Sportmagazin. A heti sporttárs a Merkbau Kft. Támogatásával. Szép májusi estét kívánok! Önök a Sportmagazint látják itt a Halas Televízióban. U16-os és felnőtt megyei harmadosztályú labdarúgás, valamint a Kiskunhalasi UKSC utolsó idei NB2-es bajnoki mérkőzése kér figyelmet önöktől. Vendégünk ma este Francia Imre, a Halasi Teniszklub elnöke lesz. Téma van bőven, hiszen rajtol a szabadtéri idény, és a múlt héten megtartotta közgyűlését is a patinásklub. Remélem, velünk töltik majd a következő fél órát. A verseny évad utolsó hazai mérkőzését játszott a szombaton délelőtt a Szilárd RFC U16-os labdarúgó csapata. A Halasi Gárda jelenleg a tabella harmadik helyét foglalja el, sőt az előtte álló kiskörös mindössze egy ponttal gyűjtött többet az RFC-nél. A harc elleni párharcon tehát mindenképpen nyerni kellett, hiszen akár a bajnoki ezüst is megcsillanhatott a szilárdi óra előtt. Bordóban a házigazda Szilárdi RFC, sárgában a vendég Harta Ese meccselt a szombat délelőtti foci matinén. Jó negyed órán át mezőnyfölényben játszott a pályaválasztó, de gólt nem sikerült elérnie Bisztrovics Róbert edző tanítványainak. A 18. perctől kezdve aztán minden megváltozott. Fenyvesi Bálint gólja elindította az eredményességi sorozatot. Fodor, Erdei, majd ismét Fenyvesi talált be a vendégek kapujába. 4-0 után sem lassított az RFC. A félidő hajrájában újabb találatokat szerzett a bordómezes gárda. A felvonás 8-0-val zárult. A kispadcsere után rögtön gólokat szerzett a Szilárdi. Már 10 volt közte, és a csereemberek is szerephez, sőt főszerephez jutottak. Molnár már a 11. gólt jegyezte. Szebbnél szebb támadásokat vezetett a Szilárdi, és ezek rendre utat is találtak a vendégkapuba. A 12. gól után megsérült a Hartai kapus, és nem tudta folytatni a játékot. A párharc hajrájában újabb gólokat lőttek a halasiak. A vége a vártnál jóval nagyobb arányú halasi győzelem lett. Szilárdi RFC, Harta Ese 17-0. Úgy gondolom, hogy várható eredmény született meg a papírforma eredmény, és a játékképe is, úgy gondolom, az egykapuzás, ez egy-két lehetőségünk volt azért, de úgy gondolom, hogy ez volt a várható. Nagyon kevesen voltatok, és tetejében még a kapusod is megsérült. Igen, sajnos ez van, most ez a fél év nekünk erről szól, hogy az életben maradás, hogy hétről hétre úgy kell összeszedni a gyerekeket, és akkor most is egy srác még beteg lett reggel, nem tudott jönni. Sajnos most így állunk éppen. Múlt heti bravúros döntetlenünk, most nem láttam semmit abból a játékképből, de le a kalap a srácok előtt, hétről hétre ennyien tudunk kiállni és jönnek. Végig nyomtunk, nagyon jól játszottunk, az eleje egy kicsit ilyen döcögősebb volt, de utána belejöttünk a mérkőzésbe és lőttük a gólokat. Minek volt köszönhető ez a rengeteg gól? A rengeteg edzésnek. Nem mindenki, de a legtöbbünk mindig minden edzésen ott volt. Rengeteget dolgoztunk, minden meccsen ott voltunk, és megpróbáltuk a maximumot kihozni magunkból. Nagyon sok cserétek volt, itt tudott cserélni az edzőtök. Igen, nagyon sokan járunk ide az RFC-be, így nagyon sok játékosba tudunk válogatni, posztonként is. Ez az egyik legjobb ilyen találkozó volt a bajnokságban a csapattal, ugyanis ezen a mérkőzésen rengeteg passz volt, és hát ezt nem minden meccsen tudjuk megvalósítani, a csapatjáték is olyan tényleg szenzációs volt. Beszéltünk is a pályán egymással, és próbáltuk tényleg személyenként is kihozni egymásból, meg magunkból is a maximumot. Személy szerint is nagyon-nagyon jól játszottál. Hát igen, igyekeztem, minden meccsen próbálom kihozni magamból a maximumot, ez valamikor sikerül, hát de vannak ugye nehéz napok, amikor nem. Olyankor próbálom inkább a csapatot építeni, és nem magamat előnybe helyezni a lövésekben, meg ilyen téren. Dani, már biztosan megvan a harmadik helyezés, de akár lehet második is ebből a bronzéremből. Igen, annak mi is nagyon örülnénk. Tényleg egész végig küzdöttünk, azon a két meccsen volt egy kicsit, hogy mondjam, nehezebben döccenősebb ez a mérkőzés. Hát igen, jó lenne. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban Kecel Faddikor Kiskunhalasi FC 2-0, az ifjúsági csapatunk azonban Keresztúri Márk, Tóth Ákos, valamint Pocsai Ákos góljaival győzött 3-0 arányban, és maradjunk még a focinál.
Véget ért a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnoksága. Kiskolasi Szilágyi RFC az utolsó fordulóban a Bács-Bokot csapatát fogadta a Bundzsák Dezső sportközpontban. A Szilágyi sok győzelemmel szerettek volna búcsúzni a szezontól, és a cél az volt, hogy minél több gólt szerezzenek. Verőfényes napsütés fogadta a csapatokat a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában. A házigazda sárga mezben játszó Szilágyi RFC a szezonbéli 11. győzelmére készült. A fokhias kerettel érkező Bács-Bokot tisztes helytállásban bízott. Jól is tartották magukat a vendégek, ám a 10. percben Máté Tóth Viktor egy szabad rúgásból bevette a bokodi kaput. A folytatás is a Szilágyi soké volt, éppen ezért volt meglepő a vendégek egyenlítése. Bújdosó Zoltán kihasználta a hazai védők figyelmetlenségét. Egy-egy után nagyobb sebességre kapcsolt az RFC, és ez helyzetekben, valamint gólokban is megmutatkozott. A szünetben 4-1-es részeredmény került be a jegyzőkönyvekbe. A fordulás után cserélt a Szilágyi, de ez sem csökkentette a két csapat közti különbséget. Az 57. és a 86. perc között 3 alkalommal kellett a bokodi kapusnak a hálóból kipiszkálnia a labdát. Hogy azért a vendégeknek is legyen némi sikerélménye, arról Tóth Martin hajrában szerzett gólja gondoskodott. A halasiak magabiztos győzelemmel köszöntek el a megyei harmadosztályú bajnokságtól. Szilágyi RFC Bács-Bokot 7-2. A vendégek kapitányától arra voltunk kíváncsiak, mennyit sikerült megvalósítaniuk az előzetes elképzeléseikből. Nem sokat tudtunk megvalósítani, az a helyzet elég foglyosan érkeztünk. Látszott is, két cserénk volt, abból egy-egy gyorsan el kellett használni, mert megsírt az egyik játékos, úgyhogy körülbelül az volt a realitás itt a mérkőzésen. Sikerült viszont gólt szereznetek, ez benne volt szerinted a játékban, illetve lett volna még lehetőségetek arra, hogy újabb találatokat szerezzetek? Volt több kihagyott helyzetünk, szerencse nem volt ma velünk szerintem, gól benne volt, igazából nagyon sok hibát vétettünk csapatszinten, úgyhogy ez lehet a sok gólnak a hátterében. Úgy látod neki, hogy mindenféleképp nyerni kell, utolsó meccsünk a szezonban, meg úgy komplett. Aztán ez sikerült is, úgyhogy egy sikerrel zártuk a szezont. Minek tudható be szerinted az, hogy rengeteg-rengeteg helyzet kimaradt viszont? Hát az edzés hiány szerintem, én azt emelném ki, mert az ugye nem volt egyáltalán edzés, úgyhogy az a legnagyobb dolog, ami így ez miatt. Egy picit visszatekintünk az elmúlt évekre, ugye több éven keresztül szerepeltetek ebben a bajnokságban. Milyen emlékek vannak, illetve milyen érzésekkel hagyjátok ezt most abba? Hát nyilván rossz érzéssel. Én ugye 8 éve vagyok már RFC-s, kezdetek óta. Ugye 3 éve így a megye 3-ba. Úgyhogy minden 3 év szerintem nagyon jól sikerült, idézőjelesen. Mondjuk a másnak a vége egy kicsit nem, mert elfogytunk a végére, de szerintem nem volt rossz. Az ausztriai kiemelkedő színvonalú és nehézségű nemzetközi díjugrató versenyen kategóriájában egyéniben és a válogatott tagjaként is a legjobb magyar volt Weinhardt Virág, városunk Európa bajnoka. Virág társa ezúttal Csiklána volt. A Sóskuton rendezett lovastorna versenyen Rékasi Dorka győzött, Ábrahám Zsejke a 3. helyen zárt. A szentesi úszó versenyen 10 érmet nyertek a halasi versenyzők, aranyérmet érdemelt Smél Edna és Tóth Benjamin. Utóbbi 2 verseny részletei a Halas médián olvashatók. Nézzük most képes rövid híreinket. Véget ért a megyei első osztályú női labdarúgó bajnokság 2018-2019-es idénye. A 7 egyesületet tömörítő ligában végül a kiskörösi LC lett az aranyérmes 26 megszerzett ponttal. A második helyen mindössze 1 ponttal lemaradva a győztestől a Dunajvárosi Pase zárt, míg a harmadik a 23 pontot gyűjtő Mórahalmi TSE lett. A Kiskunhalasi FC 6 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel, 20 ponttal a 4. helyen fejezte be a bajnoki évadot. Mindenképpen előremutató tény, hogy a góllövő listán 2 halasi végzett az élen, Nagy Vivien 13, míg Nyitrai Nóra 10 gólt szerzett a bajnoki idényben. Az NB1-es bajnokságban az U13-asok délkeleti csoportjában jelenleg a Szilágyi RFC a tabella 6. helyét foglalja el egy fordulóval a zárás előtt. Az utolsó körben szombaton 11 órakor a Bundzsák sportközpontban a Hódmezővásárhelyi gárda lesz a mieink ellenfele. Ha a Szilágyi itthon tudná tartani a bajnoki pontokat, akkor még szerencsés esetben az 5. helyet is megszerezhetné a bajnokságban.
Az U12-esek vérbeli rangadót játszanak ugyanebben az időpontban a hódmezővásárhelyiek ellen hazai pályán. Jelenleg azonos pontszámmal a 11. és 12. a két egylet, így hazai siker esetén egy helyet mindenképpen javíthat pozícióján az RFC. Az ifjúsági harmadosztályú kézilabda bajnokság hétvégi fordulójában Siklóson vendégszerepelt a kiskunhalasi UKSC. A kékmezes Demeter tanítványok kiegyenlített bevezetés után 2-3 gólos hátrányban kézilabdáztak, majd a fél óra finisében tovább növekedett a különbség. A sárga mezesek 5 találattal 19-14-re vezettek a szünet előtt. A térfélcserét követően is ez a fajta differencia realizálódott. 15 perc elteltével is 2-3 találat volt közte. Aztán nem kis meglepetésre a 19. percben egyenlített az UKSC. 25-25 után megint előnyhöz jutott a pályaválasztó, és ezt a találkozó finisében is tudta tartani. Siklós KC, Kiskunhalasi UKSC, 34-29. Az egész bajnoki évadban kiemelkedő teljesítményt nyújtva 100%-os bajnoki címet nyert a Kiskunhalasi UKSC serdülő kézilabda csapata. Nagy Bence tanítványai az utolsó fordulóban Nagykanizsán is magabiztosan gyűjtötték be a két bajnoki pontot. A kimagasló eredmény értékét növeli, hogy ez a csapat tavaly is pontveszteség nélkül nyerte meg a bajnokságot, és maradjunk még mindig a kézilabdánál, maradjunk az UKSC-nél. Az MB2-es férfi kézilabda bajnokság délnyugati csoportjának záró fordulójában a kiskolasi UKSC a Siklós csapata ellen lépett pályára idegenben. Demeter Ádám tanítványai az előző fordulóban nem kis meglepetésre nyertek hazai körülmények között a Hőgyész ellen, így most sem feltartott kézzel utaztak a híres Vál szomszédságába. Krizmanics révén a sárga mezes együttes szerzett vezetést a találkozó első perceiben. A nyitó halasi találatot Szuhányi lőtte. Ezt követően 5-1, 6-2, kicsit később 9-5 volt az állás. A félidő második negyed órájában egyre jobban belelendült a kék csapat. A 18. percben 2 gólra kapaszkodott az UKSC, innen azonban sajnos nem sikerült tovább lépni. Egyszer még a 25. percben felcsillant a lehetőség csökkenteni a differenciát, de aztán 15-13-as állásnál jöhetett a frissítő szünet. A fordulás után sajnos rosszul, nagyon rosszul jött vissza az UKSC. Egész egyszerűen 13 percig nem lőttek gólt a mieink. Nem így az otthonjátszók. 5-ről 7-re, majd 9-re növelték a különbséget. Az első halasi gólt a 14. percben Vörösvácki szerezte, de ennek sajnos nem lett folytatása. A 16. percben lett 10 közte, de nem volt megállj. Ekkor sem lassítottak a siklósiak, sőt, Balogh Zoltán minden kispadosának lehetőséget nyújtott, és ők éltek is ezzel. A kapust kivéve valamennyi hazai játékos tudott gólt lőni. A finisben már csak a befejezést jelző sípszót vártuk. Siklós KC, Kiskunhalasi UKSC, 35-21. Mi ezt a bronzérmet már átakasztottuk a Mecsegnádas nyakában, mert sajnos kikaptunk Katárdon, ők odaadták, mi visszaadtuk. Hát most reméljük, hogy ők is esetleg buknak, bár én azt gondolom, hogy a Szatellit azért egy nagyon gyenge csapat. A mai mérkőzésre meg csak annyit tudnék mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy a Kiskunhalas ilyen helyzetbe került, mert nyilván nagyon jó barátok vagyunk, én azt gondolom, hogy ezt a barátságot remélem, hogy továbbiban is tudjuk tartani. Hát azt gondolom, hogy azért a két csapat közt sajnos van ennyi különbség. Én azt kívánom, hogy sikerüljön minden, amit az Ádámék elterveztek, és a továbbiakban tényleg csak barátként gondolok arra, hogy és remélem, hogy a további járhatok még velük akár egy strandkézire, akár vitt jó barát. Úgyhogy ennyi, gratulálok nekik is, köszönöm. Az első félidő még viszonylag szoros volt, hiszen 2 volt a differencia. Hát igen, azt gondolom, hogy az első félidőben nem voltunk ott fejben, azt gondoltuk, hogy ide jöttök Kiskunhalasról, és van 5 pontotok, nem koncentráltak a fiúk védekezésben, egyáltalán nem éreztem támadásban, meg nem lehet ennyi helyzetet kérni. Nyilván mondhatnám, hogy jó védett a Szilárd, tehát persze gratulálok neki is, mert azt gondolom, hogy tényleg megtette azt, amit kell. Hát a mérkőzés az ilyen, tudod, hogy hullámzik, valamikor az egyik csapatnak megy, valamikor a másiknak. Mi most egy kicsit rosszabb időszakot éltünk az első félben, de azt gondolom, hogy a másodikban kicsit összeráztam őket a félidőbe, és visszaállt az a rend, ami azt gondolom, hogy a most per pillanat a két csapat között van. Egész héten bizakodtam, hogy a múlt hét után egy jó formát meg tudunk tartani, és tudjuk ezt hozni.
Ahogy indult a meccs, ez először eltűnt, aztán újra előtt, amikor följöttünk, aztán kettővel fordultunk, kettővel vezettek csak a félidőben. Úgy láttam, hogy ez megint képes nekünk egy meglepetést okozni, de egész egyszerűen olyan szinten elfogyott az energiánk, hogy nem értünk vissza. Olyan lendülettel, nagyon-nagyon jó csapat az a Siklós. Fiatalok, gyorsak, ügyesek, jól képzettek. Gratulálok nekik persze ezúton is. Gyorsak voltak, nem bírtuk velük a lépést. Hát már véget ért a szezon ezzel a találkozóval. Te összegészében edzőként, játékos edzőként, játékosként hogyan láttad, hogyan értékeled magadban ezt a szezon? Hát nagyon küzdelmes volt. És nagyon meglepő is, hogy ez az NB2 ilyen szinten megerősödött. Bizakodva mentünk vele, ugye a legelső interjún, vagy a legelső meccs után én azt mondtam, hogy a egyéni képességek azok megvannak ebbe a csapatba ahhoz, hogy egy jó csapat álljon össze, de idén talán háromszor sikerült ennek a jó csapatnak összeállnia. Kicsik vagyunk súlyba, nem edzünk úgy, nem dolgozunk érte, ha nem dolgozunk, nem lesz eredmény. Picit csalódott is vagyok a szezon elejéhez képest, de a fél időben már nyilván láttam, hogy ez sajnos ez ilyen küszködés lesz. Igazából örülök, hogy vége van a szezonnak. Kedves nézőink, 32. születésnapját ünnepli idén nyáron a Halasi Teniszklub, és ugye most már talán az időjárás is kegyes lesz a sporták szerelmeseihez, hiszen talán jó idő lesz, most már is elkezdődhetnek a szabadtéri versenyek, elkezdődhetnek a mérkőzések, és bizony hamarosan egy hónapon belül már első osztályú csapatbajnoki mérkőzést rendeznek itt Kiskolason, szóval ebből is látszik, hogy lesz miről beszélgetnünk Francia Imre elnökkel, aki itt van velünk ma este a stúdióban. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét kívánok a Halas TV nézőinek! A mezőgazdászok azt mondják, hogy tökéletes időpontban jött ez az eső. Gondolom a sportolók ezt egészen másképpen látják. Hát nekünk a legtökéletlenebb időpontban jött ez az eső, hogy ezt a rossz szót használjam. Tulajdonképpen a pályanyitással és az idén egy picit küszködtünk, mert a téli időszakban pont nem volt csapadék. Tehát az a hó mennyiség, ami a olvadáskor a vizet biztosította volna a pályára a pályanyításkor, sajnos most elmaradt, így viszonylag hamar kezdett a pályanyításkor a pályáink kiszáradni, de túl hamar nem szerettünk volna hozzálátni azért a munkákhoz, hiszen láttunk mi már olyat, hogy március 15-én hó meg fagy volt, tehát nyilván elkapkodni se szerettük volna a munkák kezdését, így aztán egy picit ilyen labilis helyzet alakult ki, hogy mire nekikezdtünk, addigra meg esőhiányunk volt, mire befejeztük, addigra meg most folyamatosan esik az eső, úgyhogy a szokottnál egy picit most labilisabb a pályahelyzetünk, de én azt gondolom, hogy dolgozunk rajta, és ahogy te is mondtad, biztos, hogy meg fog ez is napokon, heteken belül oldódni, és akkor visszaáll a rend, és tudunk játszani. Egyébként mikor döntöttök arról, hogy mikor kezdődik a szabadtéri szezon, mikor nyitnak a pályák? Dönt erről, hogy születik meg ez a döntés? Mert lehet, hogy ez is érdekli a nézőket, hogy mi alapján. Hát tulajdonképpen teljes mértékben az időjárás függvényében, bejárási tapasztalattal, tehát nyilván az elnökség ennek hivatott tagjai kimennek, megnézzük, hogy a pálya milyen stádiumban van. Talán ezért mondhatom azt, hogy ránézésre hamarabb is elkezdhettük volna az idén a pályát készíteni, hiszen már azt mutatta, hogy rá lehet menni, nem süpped be, nem süllyed be úgy az ember lépése alatt, hogy az káros lenne. Viszont még ez annyira korán volt, hogy féltünk, hogy ha egy később időszakban egy fagy vagy egy rossz idő beáll, akkor az addig elvégzett munka az kárba vész, és ezért vártunk egy picit, utána meg egy kicsit nehezebb lett a helyzet, de én azt gondolom, hogy normalizálódni fog. Azért a tavalyi Final Four-on látszott, hogy az időjárás és az esőt sokkal jobban bírja a pálya, mint korábban, ugye évekkel korábban. Talán ez a fejlesztésnek és a rekonstrukciónak is köszönhető volt, ami a közelmúltban azért elég nagy anyagi áldozat árán, de megvalósult és sikerült. Így van, ez a két évvel ezelőtti nagy felújításnak volt az eredménye, ami akkor nagyon jelentősen változtatott a pályák minőségén, javított a pályák minőségén. Nyilván az idén most erre kell alapoznunk azt a munkát, ami jó pályákat fog biztosítani. Évek óta beszélünk róla, és beszéltek arról, illetve terveitek vannak arra, hogy nem csak a pályákat újítjátok meg, hanem a székházat is, a kis szentélyetek ott, ahol nagyon-nagyon sokan megfordulnak, ahol nagyon sokan pihennek, a mérkőzések közben ugye beszélgetnek, és ugye erre a klubház azért most már ráfér ez a rekonstrukció. Vannak erre tervek, elképzelések, már minden évben említettétek, de talán még nem kezdődhetett el, vagy lehet, hogy most már elkezdődik. Igen, hát ahogy említetted, 32 éves a klub, tehát 32 éves az épület, és ez idő alatt azért olyan túl nagy munkák, ott rekonstrukciós munkák nem történtek. Hát nyilván ez azért van, mert nagyon komoly anyagiakkal jár ez a dolog, és azért mi természetesen éves szinten alapból csak a klubtagsági és bérleti díjakra, tehát egy folyamatos bevétel és kiadási oldalon számíthatunk. Természetesen vannak pályázati lehetőségek, mint ahogy a Kiskunasváros sportjait közalapítvány pályázatán is, hát sikeresen szoktunk mindig részt venni. Nyilván ez inkább a fenntartáshoz szükséges, a pályamunkálatok
csapathoz, de azt gondolom, hogy most sikerült talán egy olyan pályázati fonalat elkapni, amivel egy nagyobb, egy komolyabb klubház rekonstrukciót meg tudunk valósítani. Itt elsősorban a vizes blokk komplett felújítására, öltözők, fürdők, melléképületek felújítására, a büfé épületének a felújítására, egy komplett belső rekonstrukcióra gondolunk, ahol a egyébként ugye egy faépületről van szó, tehát mondjuk a büfé épületnek a belső álmenyezet, egy kicsit, tehát hogy egy kicsit modernebb, hangulatosabb közeg alakuljon ki, úgyhogy ezekre szeretnénk, ha, és úgy néz ki, hogy sikeres lesz a pályázat, ha sikeres a lesz a pályázat, akkor első lépésben gondolni. Mindenképpen hamarosan elkezdődik ugye a versenyszezon, a szabadtéri szezon, legendásan jó versenyeitek vannak. Mikor kezdődik ez, és mennyire készültök már erre az időszakra? Mert az igazi vérbeli teniszező gondolom már ilyen napok illenek a pályán gyakorlatilag. Hát igen, reméljük, hogy a pálya is majd adja ezt a lehetőséget. Az első versenyünk nem sokára, június 8-án lesz, viszont pont nem itthon, ugyanis ez egy triádkupa elnevezésű verseny. Nagyon nagy öröm, hogy most már több éves hagyomány, hogy Kiskörös, Kalocsa és Kiskunhalas klubtagjai mindig váltakozó helyszínen összejönnek egy évben egyszer, és nagyon-nagyon jó hangulatú nap során egy versenyre kerül sor. Ez most Kiskörösön lesz június 8-án. Tehát igazából idehaza az első versenyünk az a CB mérkőzés lesz majd június 22-én, mert a egynapos versenyeinket pont a CB és egyéb nyári nem szerencsés időszakokkal figyelembe véve az őszi időszakra tesszük, akkor lesz augusztus végén hagyományosan a legnagyobb hagyománnyal bíró immár 22. Jenei Trétkupa vegyespáros versenyünk, aztán a most már sajnos szintén 9 éves múltra visszatekintő Baksa László emlékversenyünk, és hát lesz egy meglepetés páros versenyünk is, ahol ugye sorsolással dől el mindig, hogy egyik fordulóban másikkal kivel játszol. Egyébként ebben a holt időszakban milyen aktív a tenisz élet itt Halason? Mennyire találkoztok, bejártok a klubházba, egyeztettek, mikor lesz a következő verseny, mikor lehet kimenni a pályára? Tehát ez mennyire zajlik ez így? Így azokban az időszakokban, amikor azért a pálya gyakorlatilag nem üzemel? Hát akkor valóban, amikor nem üzemel a pálya, akkor azért ez eléggé kismértékű, viszont abban az időszakban, amikor már megnyitjuk a szezont, és nincsen mondjuk azért aktív játék, akkor is, hát a tavalyi és tavaly előtti évben már beindultak ezek az úgynevezett csütörtöki klubvacsora elnevezésű összejöveteleink, amelyik hétről hétre nagyon-nagyon sok embert hozott ki, játékon kívül is a klubba. Hát azt gondolom, hogy egy sportklubnak nyilván a sport mellett az is célja, hogy összetartsa a tagokat, és hát ilyen rendezvények hozzájárulnak ehhez. Egyébként mennyire állandó, stabil tagsága van a klubnak, mennyire vannak lemaradók, és mennyire vannak évente új csatlakozók? Ez körülbelül hogy alakul létszámban? Hát tulajdonképpen 134 plusz egy tiszteletbeli taggal 135 fős a tagság. Én azt mondom, hogy általában egy olyan 10 plusz, tehát max 10 fő cserél gazdát évente. Viszont ami nyilván egy picit rosszabb, hogy az aktív teniszezők száma ebből a 130-ból egy olyan 60%, 60-70%, de hát nyilván nekünk azokra is nagyon nagy szükségünk van, akik hát tulajdonképpen tartják ezeket a tagságukat, fenntartják, és hát ha más nem, akkor egy vacsorára, egy rendezvényre jönnek ki, úgyhogy nagyon nagy szükségünk van őrájuk is, de a kérdésedre válaszolva, tehát én azt mondom, hogy egy olyan 60% aktívan mozog. Viszont a klub zászlós hajója évek óta már a CB csapat, amely szépen óvatosan lépkedve azért minden évben remek eredményeket elérve most már a CB első osztályban szerepel. Most már harmadik szezont kezdi a CB első osztályban. Mit kell tudni róla? Úgy tudom, hogy azért történt változás ebben. Igen, az idei évre egy picit zűrösen vágott neki a CB csapat, ugyanis a tavalyi játékosokból 5 fő maradt meg az idei szezonra, különböző okok miatt többen nem tudták vállalni, néhány fiatal olyan verseny elfoglaltsággal bír az idei évben, hogy ebben már a CB szereplését nem tudta bevállalni, és hát ugye Kocsis Józsi csapatkapitányról tudjuk, hogy maximalista, tehát úgymond akármilyen csapattal nem szeretett volna elindulni az első osztályban, ha elindulunk, akkor a cél az, hogy minél jobban szerepeljünk. És hát ebben a dilemmás helyzetben nagy szerencseként és nagy ötletként jött, hogy lehetőséget biztosít a Magyar Tenisz Szövetség, hogy fúzionáljon az egyesület, és hát így jött az ötlet, hogy a Római Tenisz Akadémiával fúzióba lép a Kiskunhalasi, tehát a Halasi Teniszklub, ami hát tulajdonképpen nem akármilyen fúzió. Egy patinás fővárosi klubról van bizony, szó. Bizony,
Márki Jenő klubjáról, aki a VTA versenyek, tehát a budapesti VTA verseny megtestesítője volt tulajdonképpen itt Magyarországon, tehát egy nagyon-nagyon patinásról, Római Tenisz Akadémia fiatal tehetségeket nevel, és fiatal tehetségek játszanak ott, és hát tőlük sikerült 4 nagyon-nagyon-nagyon nem erős fiatal játékost szerezni, így van, hiszen az országos ranglista 17. Héjas Csongor, ez az országos ranglista, ez egyébként az, ahol az első Fucsovics Márton, és ott van mondjuk Piros Zsombor például, vagy Valkusz Máté, ezeket a neveket lehet, hogy nézőtek is ismerősen cseng, és ezen a ranglistán 18. a Csongor, 19. pedig a Szebeni Dániel, tehát egy elég erős erősítés ez a két fiatal játékos. A halasiak közül szintén a fiatalok maradtak, tehát ahogy szokták mondani, Csikó csapattal fogunk indulni, hiszen a Taskovics testvérek itt vannak, itt van Juhász Krisztián, és itt van Vizi Zsombor is, úgyhogy hát gyakorlatilag... Már tehát gyakorlatilag egy 14, 17, 19, ilyen életkorok vannak a csapatban, 20, 21, 22, tehát nagyon-nagyon fiatal csapat. Tehát gyakorlatilag ezzel a kicsit pánikba voltunk és fuzionáltunk történettel, odáig jutottunk, hogy hát nem kizárt, hogy egyelőre a legerősebb kerettel rendelkezünk az első osztályban. Természetesen ugye hát egy mérkőzésen azért a tapasztalat is mindig sokat számít, és nyilván ezeknek a fiataloknak azért CB tapasztalatuk még nincsen, tehát egy rutinosabb, idősebb játékos lehet, hogy majd meglepi őket, de egyelőre én azt gondolom, hogy egy nagyon erős csapatot sikerült összeállítani. Mikor lehet látni a fiúkat itt halasi környezetben játszani majd a CB fordulók során? Két mérkőzésünk lesz hazai pályán, június 22-én és 29-én fogunk itthon játszani, közte lesz egy siófoki mérkőzésünk, és tulajdonképpen a három mérkőzés eredményétől függően, hogyha az első kettőben végzünk, akkor Final Four, négyes döntő, éremért, bajnoki címért, hogyha véletlen a harmadik, negyedik helyen végeznénk, akkor pedig a bentmaradásért kell majd küzdeni, később eldödő helyszín. Azért ez a tavalyi harmadik hely azért magasra tette a lécet, nem? Hát kétszer egymás után harmadik hely, hiszen újoncként is harmadikak voltunk, tavaly is harmadikak, és én azt gondolom, hogy pont ez a magasra tett mérce volt az, ami egy kicsit az indulással kapcsolatban dilemmát jelentett. Szerettük volna, Kocsis Józsi szerette volna, hogyha a csapat most is megfelelő tervekkel és célokkal tud nekivágni a bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy sikerült így. Fél percünk van, nyilván a nézőkben is felmerül az a kérdés, amit én most fel fogok tenni. És mi lesz a Final Four, a kétszer Kiskunhalason volt? Hát nyilvánvalóan ez minden évben pályázat alapján dől el. Ez megbeszélés kérdése, hogyha úgy alakul, hogy a csapat olyan jól fog szerepelni, akkor beszélhetünk róla majd abban az időben. Én nagyon szépen köszönöm, természetesen megmutatjuk ezeket a mérkőzéseket majd, és köszönjük jó szépen. Időt minden teniszezőnek itt Kiskunhalason majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőnk, végül néhány programot ajánlok az önök szíves figyelmébe. Május 25-én szombaton 9 órától rendezik a Bibó gimnáziumban az U14-es lány kézilabda bajnokság Badó László régiójának felsőházában az utolsó fordulót, amelynek keretében 5 mérkőzést láthatnak a kilátogató nézők. A kiskunhalasi UKSC az Algyő és a Gyoma Endre csapatával meccsel majd. Szintén szombaton délután 5 órakor a megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokság keretében a Faddikor Kiskunhalasi FC a Jánoshalmi FC-t látja vendégül a Bundzsák Sportközpontban. A felnőtt találkozó előtt 14:45-kor a két település ifjúsági csapatai meccselnek. Kedves ezénk, véget ért már a Sportmagazin, de egy hét múlva kedden este 7:30-tól ugyanígy számítunk a figyelmükre, akkor is tartsanak velünk, Tóth István várja önöket, minden jót, viszontlátásra!